Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te szeretettel köszöntök mindenkit. Vince Attila plébános atya, tudtommal most van itt először, mint plébános, és hát annak idején káplánként biztos volt. Hát egyfajta kis beiktatása is ez a mai nap erre a egyházközségre, illetve templomra, ami majd hát a majsai főtemplomban fog ünnepélyesen megtörténni. Emlékezünk majd Sági Lajos atyára is, aki ennek a tájnak volt értő és idevaló lelkipásztora, akinek majd emléktáblát állítunk, és hát a végén egy korona, Szent Korona felajánlással hazánkat, országunkat ismét az üzanya pártfogásába ajánljuk. Főtisztelendő plebános atya, tisztelt polgármester urak, Krisztusban szeretett testvéreim! Keresztelő Szent János az Ószövetség utolsó és legnagyobb prófétája. Ő nem csak messze távolból való jövendőléseket mondott, amit lehetett így is, úgy is értelmezni az eljövendő messiásról, hanem személyesen ismerte, és rámutatott a messiásra már a Jordán folyóban történő keresztelkedése alkalmával is. Ma is szükség van ilyen keresztelő Szent Jánosokra Jézus mennybe menetele után is, hiszen utat kell készíteni Jézusnak. Ő maga mondotta, hogy menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, és ebben a tanítványá tevő munkában majd ő fogja küldeni a Szentlelket, hogy a megtérés az embereknek a hitre jutása az mindig megvalósuljon nemzedékről nemzedékre. Az Isten megkérdezésünk nélkül megteremtett bennünket, de nem üdvözít a mi erőfeszítésünk nélkül. És ez így van az üdvösség munkálásával is, hogy hirdetni kell az evangéliumot, a mi erőfeszítésünk is kell hozzá, a mi tanúságtevésünk ott, ahol élünk és vagyunk. Hát itt az idő, 2022-ben rajtunk áll a sor, hogy Krisztus tanúi legyünk, mert Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Amen. Könyörögjünk. Szent István királyunk, végső kétségbeesésében magyarok nagyasszonyához, a mennybe fölvett Szűz Máriához fordult. Rábízta országát, népét, amelyet a Szent Korona jelképezett. Hartwig legendájából tudjuk, hogy fölajánlása után búcsút mondott a nemzet nagyjainak és egész népének, s lelkét Isten kegyelmébe ajánlotta. Mi Urunk Istenünk, szeretnénk követni Szent István királyt e koronával jelképezve valójában szívünk odaadását, mert Szent István király szívét
ajánlotta föl, amit jelképezett a korona. Fölajánljuk magunkat, családunkat, népünket, a mennybe fölvett szűzanyának, hogy járjon közbe népünkért, fiánál Jézusnál, hogy azon az úton, amelyet Szent István király mutatott, megmaradhassunk. Ne térjünk le soha az igazság útjáról, a keresztény hit és hazaszeretet ösvényéről. Ehhez kérünk a búcsúi Szentmise alkalmával mennyei kegyelmet. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek áldása legyenek koronán, és minden itt lévő hívőn. Amen. Thank you.